kiskunsági tavakhoz legkorábban érkező madarak egyike a gyakran látható közönséges bíbic. A fekete-fehér színű, bóbitásfejű madárnak van egy főként a mediterrán térségben és Afrikában élő rokona, a tüskés bíbic. Ez utóbbi elsősorban szárnyának színében tér el a közönséges bíbisztől, mivel az virágos barna, de a fiataloknak bóbitája sincs. A tüskés bíbic nevét onnan kapta, hogy szárnyain tüskéshegyű képződmény van, amelyet védekezéskor, illetve támadáskor használ más madarak ellen. Ez ideig a kiskunságban a Csajtónál figyelték meg mindössze egy alkalommal a tüskés bíbicet, a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani Egyesület munkatársai a közönséges bíbicek közé ősszel elvegyülve. Várható viszont, hogy ismét megjelenik a felmelegedés hatására. Életmódja, táplálkozása és szaporodása hasonló a nálunk költő közönséges bíbicéhez. Elsősorban a vízpartokon kutat apró élőlények után, de a füves területeken is szívesen bogarászik. Nem veszélyeztetett, de védelem alatt álló madár, természetvédelmi értéke 50 000 forint példányonként.